Gródi Gyuladi kitüntetést professzor dr. Habil Szepesi Béla részére adományozta. Pénteken este vette át az elismerés Szepesi Béla grafikus művész Kovács Ferenc polgármestertől. A Gródi Gyula díja megyeszékhely legrangosabb kulturális díja. Szepesi Béla 35 perc című műsorunk vendége volt hétfőn. Azt mondta, hiányoznak azok a rajzszakkörök, amelyek a 70-es, 80-as években segítették a fiatalokat. Annak idején Nyíregyházán a 70-es évek elején működött Berec Andrásnak a szakköre a művöldési központba, az egykori koronaszálló egyik részletébe. Ugyanígy működött szakköre Tóth Sándor szobrászművésznek, ahonnan megint remek emberek kerültek ki, és Horváth Jánosnak is. Tehát ez most kapásban három, Horváth Jánosé akkoriban Sóstóhegyen volt. Na most mi az akkori kezdő művészek, művészpalánták, nem is tudom, hogy nevezzem, tehát 74 körül, igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, tehát jártunk Horváth tanár úrhoz is, Berec tanár úrhoz is, annak ellenére, hogy ők együtt nem igazán voltak mindig jó kapcsolatban, de kollégák voltak. De én nagyra tartottam mind a kettőt, és mondom, hogy ezek a gyakorlatilag iskolák, szakkörök, ide jár többek között, hogy felemlítsek neveket, Székhely Edit, Kerekeselek barátom, ugye még most is aktívan, nagyon aktívan alkot, de Nagy Lajos Imre, Bihony Győző, Bullás József, tehát lehetne sorolni a neveket hosszasan, és már olyan azokra gondoltam, akik értek el sikereket hazai, illetve nemzetközi szinten, na és ezek a szakkörök folyamatosan felszámolódtak, megszűntek. Pedig biztos, hogy lenne rá igény. Egy hete jelentették be, hogy februártól 2 évre bezár a József András Múzeum felújítás miatt. Szepesi Béla azt mondta, a szakkörök felélesztése mellett hasznos lenne, ha létrejönne egy városi képtár, ahol a városhoz kötődő képzőművészek tudnának bemutatkozni. Van gyűjteménye a József András Múzeumnak, van gyűjteménye a Városi Galériának, ezek külön-külön léteznek egymástól nyilván, hogy függetlenül, de nincs egy olyan hely, ahol ezt állandóan be lehetne mutatni, és ezt a gyűjteményt fel kellene fejleszteni. És lehetséges, hogy erre most lesz azért valami megoldás, mert a színbád ugye is megnyílt mostanában, valamint a Kálai gyűjtemény kapott új helyeket, tehát lehet, hogy ez egyszer felkelti majd a döntéshozók figyelmét, mert egy állandó kiállítás, ami bemutatná a szűkebb és tágabb értelemben vett régiónak az alkotásait, alkotó művészeit, a kezdetektől, tehát Barzó Endrétől elkezdve a kortársakig, az biztos, hogy egy megfelelő helyen, hát éppen a mi kultúrnegyedünkben talán jó helyt is kaphatna, és ezzel szerves része lehetne a város idegenforgalmának, turizmusának, tehát lenne mit bemutatni. A Kálai házban mutatták be múlt pénteken a Kálai Miklós miniszterelnökhöz kapcsolódó tárlatot. Ez a kiállító tér alkalmas lehetne arra, hogy a városi képzőművészek is bemutathassák alkotásaikat.